Üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk a Quartz Legacy. Folytatjuk most laptopról, Full HD-ban. Közepesen Lovecraftian, mint eddig. Bár abba hagyjuk, hogy hajrá! Most új mikrofon. Kíváncsi vagyok, milyen lesz így a hangminőség. Nagyon mutatott vagyok ezzel kapcsolatban. Elvégbe be van állítva, azt korra. We do not support Puddlemere United. If I find one more of them, valaki nagyon örül magának. Come and see me as soon as you can. Jelenti professzor. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Elhagyunk is Fick professzorhoz, mint küldetés. Bár ő ott van. Követése, ránegyünk a küldjükre, ravaddi kulcs folyamatban, tesztrepülés majd. A Fick professzorral beszélni kell minden szinten, hát... kétszer akkor a szinten vagyunk, de nem baj. És van egy csomó helyünk még. Jobb lesz. Tényleg amúgy ezen mi van bónusz? Méreg, megnövül a mérges csápfű sebzését. Az sem egy hátrány szerintem, hanem kettő. Na nézd! Mondják, hogy vannak új seprők a foszor seprőben, de nem baj. Elfutunk. Guardium Leviosa. Used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisites. Garlic tanítja meg a Wingardium Leviosa. Ez is érdekes. Csak meg mit akar? Ő. Szeretném önök megtanítani a Wingardium Leviosa varázslat. Ennek segítségével egy rövid időre képes lesz tárgyakat lebegtetni. Elvégezett néhány előzetes feladatot, találkozunk óra után. Garlic professzor. Hoppá, hoppá, kettesbe akar velünk maradni. Na nézzük, mi kell neked? Mérges csápfű. És a mandragórát kell, hajjáj. Hát az nem egyszerű. Mandragórát azt szerintem akkor kell neki simán készítenünk. Ja, hát első körben haladjunk a pasztorival. Professzor kisasszony megvár minket. El is iszkirítünk fölfele, Fick professzor irányába. Ez itt. PC. Már jártunk korábban. Ez most nekünk kell. De bemegyünk. Professzor Tanterem, és reméljük most a igazgató nem fog rajtunk ütni, és mondva csinált butaságokkal elvinni professzort innen. I was hoping to see you. Hát örül nekünk, és neki. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens, ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor, so much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes. Which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that.
Owen will need to bring the book. Hát, lényegtelenül elmondott mindent, ami ideig történt, mióta elment. És már itt is vagyunk. Hát akkor beszélgessünk a portréval. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Kérdés, hogy miért és hogy? Lemegyünk. Éppen ahogy tanultuk. Bár van itt egy gyors utazási pontunk is egyébként. Where are the two of you headed? No, don't tell me. I shall see you there. Rá kell nyomni egy szenciót. Na itt is vagyunk. To think it was beneath us all this time. The magic. Ahogy mondanánk. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. Here to see this. Hát ott is vár ránk Rackham professzor. Hogy ez a térkép egyébként. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of four trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Hát emlékszünk ebbe, hogy a merengő emlékre, amit a Gringotts szépenbe látott. Persze, hogy emlékszünk, mert is ne. You and your friend Charles spoke of the portkey. And of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago. Charles is in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey. But they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well.
The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Faccio mettere. Shall we have a look? Bár ez a térkép nagyon hasonlít arra, amink van. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Nem tűnik ismerősnek. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Van bármi info a toronyról? You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. Volt arra pár toronyról, északra található. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, elhagyatott, de több minden van ott, mint amire számítanál. Hát akkor ott találkozunk. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Ugyebár próba cseresznie a devés. Ahogy mondanák. Akkor is tetszik ez az egész map. Egyes róla a print screen. Van itt bármi, ami hirtelen kellhet nekünk? Szerintem nincs. Glacius, the freezing spirit, is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Na, és ő mit akar tőlünk? Come and see me. Vajon ő is kitalál valami lehetetlen dolgot? Durancson ki léngömböket a Roxmorc állomás felett 5-öt, és a Quidditch pálya körül 5-öt. Jó, hát ez könnyen meg lesz. Nyilván a Rakan próba sem megy Vasilthos, mert 11-es szintet kér. Mérges csápfű meg a mandragóra, az kérdőjel. Mandragóránk még nincs szerintem. Ha jól gondolom. De bár azt itt nem találunk. Ott esetleg a gyűjteményünkbe. Hát, itt van valami, amit még nem fedeztünk föl. Ez sem rossz. Tök jó pofa ez a mikrofon, hogy van benne, van rajta egy füles csatlakozó, Type-C csatlakozik a géphez, és hallom vissza saját magamat, ezáltal a játék mellett hallom ezt is, mert saját hangkártyája van. Azt vettem észre egyébként, hogy maga a MacBook kevésbé van így leterhelve, mint 1,85 között milliszeknél ugrál. Még a jackes füles elkötéssel, amin a mikrofon a fülesen ment, úgy 3-5-4 között volt, ahogy ezt kimondtam, egyből föl is mentünk így, de nem baj. Menjünk először is a repkedni. És ahhoz, miért akar arra elvinni?
Oké. Követjük. Merlin próba van. Odautazunk a közelbe, azt ott felpattanunk a seprőre, azt meglátjuk, hogy mit csinál. Csak hogy jó legyen. A biddoncsok. Tab és hármas a seprő. Ésszel fölgyorsulunk, irányba állunk és shift-tel benyomjuk a repkedést. Elnitrózzuk neki. Ami eddig tartott. Nyomom a gombot, addig nem tölt vissza. Remélem át tudunk menni itt a hegy fölött, mert ott is vannak a léggömbök, 5 darab kell. Jó, hát ezt szépen komótosan. Följövünk. 2 megvan. És shiftet azért, hogy gyorsabbak legyünk már. Följebb nem látok semmit. 61. Rá shiftelünk. Megvan el is. A ducsó. Vasútállomást azt jelzi. Hogy ott van. Az utcsó léggömböt keresgéljük. Rébb valahol. Ebben a magasságban nincs, akkor följövünk. Ameddig enged. A magasság se nyert kis hangszórót, de nem baj. Körbe bénázva megkeressük a helyet. Ugyebár olyan alacsonyan nem lehet elviekbe, aztán ki tudja. Látunk már csodát. Ha csak kiszúrja a szememet. Hát a távolságot nem tudjuk feljelven. Effekt. Ultra. Tudom, kevés hozzá a gép, nem baj, ne foglalkozz vele. Nem hiszem vagyunk, ilyen bírnia kell. Oké. Itt sem látok többet. Ott ki is nyílt. Nem hinném, hogy ilyen magasságban van. And I'm grateful for the opportunity, ever so. Come on then, what you got? It's like... Ha, rángatódik a táska. És már ott is van. Egy furkász. Oké. I must You're wasting my time. Ow! No, I would never waste your time. Kutassunk, kutassunk. Valószínűleg kiszúrja a szememet, és nem látom. Majd vágásnál fogom észrevenni, hogy hol is van az a lufi hirtelen. Valószínűleg elmentem mellette többször is. Az ott nem ő az. Ez olyan, mint a tegnapi vizes balhé, ahol szintén úgy volt, hogy nem jöttem rá akkor hirtelen, hogy hol van a megoldás, hogy hogy jutunk be abba a kerülésből átkerültünk helyre. Közben pedig ott volt az orrom előtt, ahol föl
jöttünk a vízből, hogy ott van egy kalandja, amit meg kell húzni. És valószínűleg a Luffy is ugyanez. Itt van a dorrom előtt. Többször is átnéztem már rajta, de mégse látom. Jövünk, akkor valószínűleg lehet, hogy errefele lesz valahol. Errefele is lehet egyébként azt jelzni, hogy ez az egész terület beletartozik. Itt fönn nem látok, de... Lehet, hogy lejjebb. Kukut. Nem, mint már látok. Vagy esetleg belefutottunk egy bugba, ott mi? Átrepültünk, nem, csak azt a fát láttam annak. De nem baj. Léggömböket az állomás felett. Hát itt van az állomás, a felett voltak a Luffy ballonok, vagy bagolunk, és valamelyik nem töltött be. Vagy krumpli vagyok, és el van bújva itt lent valahol. Közben paca meg van őrülve. Lehet, hogy küldetés adja az utcsó Luffyt, mert van itt sok minden. Jó, B. Integettünk ezerrel. Volt előbb egy Erlin próba. Akar a karakterünk felugrani. Baj. Akarját ugrani, de nem baj, megkerüljük. Így is jó. Van egy árus. De nézem a leget, de... Ranrocket is loyalist will think twice before trying that again. Kérték, mint Viszpidel. Oké. Mérges csápfű, erőnyerő fődet. Kínai káposztát fogó mandragóra 500 pénz. Belegyenünk. Ez egy varázslatos növény, ami a földből kiszedve sikítani kell, de a mandragóra képes elkábítani és megsebesíteni a ellenséget egy adott sugarú körben. Mandragóra magokat a kutya begenye és galócába vásárolhatok, bármilyen méretű cserébe termeszthetően. Oké. Mi kellett még a... professzor asszonynak. Mérges csápfű. Szerintem mérges csápfűvünk van. Mandragóra. Mérges csápfű, azért mondom, abból van. Tehát átmegyünk erre, mert ilyen... Akkor ott van egy kérdőjel egyébként, ami nem tudom miért maradt ott. Valószínűleg kell egy Revelliót nyomatni. Valószínűleg ez lesz az állomás. Roxmorc állomás felirat is látható. A Roxmorci állomás pénztára. Ez az állomás az 1800-as évek elejé óta áll itt, azóta mióta Ottoline Gamble magiszter beszerzett egy gőzmozdonyt, hogy a diákok a Roxfordba szállítsa. Az állomás gyakorlatilag egyik napról a másikra jelent meg Roxmorcban, közvetlenül a vonat után. A művelet során rengeteg fejlejtés átkot alkalmaztak a mugli munkásokon, akkor történt a legnagyobb tömeges elrejtő bűbáj használata is, amit valaha végrehajtottak Nagy-Britanniában. Oké, ez megvan. Valamiért az emlékeim azt súgják, hogy valami köze van az állomásnak most a Luffy Midériánkhoz. De
Tehát majd mindjárt kiderül, mert megnézzük a Merlin próbát, mert ebben itt van ilyen csomó. What do you have in store for me this time? Na. Mit tartogat? Ott látunk pár gömböcskét. Például... Az. Az. Lehet, hogy ez fog kelleni egyébként ahhoz, hogy megcsináljuk azt a feladatot, nem tudtunk. Az elment odáig, Három. De nincs most meg. Jól, egy, kettő, három. Egy, kettő, három. Egy. Kettő. Baromi lassúak vagyunk. A következő. Főleg, hogy jót nyomnák. Tehát, hogy négy kell neki? Egy. Kettő. Három. Szerintem van egy negyedik is. Vagy nem ez kell neki, hanem a másik. Az el. Incendio. 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 És incendio. Nem érünk ki odáig. Most meg lett. Jó, három incendio kellett neki, ezek szerint a másikat nem fogadja el valamiért, ami azért kellemetlen, mert gondoltam rá, hogy ez kell majd ahhoz a próbához, amit nem tudtunk megcsinálni, mert lassúak voltunk. Viszont az, hogy ez meg lett, ott közelebb minket ahhoz, hogy hol is van a kucsó Luffy-mufi. Ugye futunk egy karikát itt a határok mentén. Földerítjük-e meg környéket. Rebellion. Hogy gondolom a Luffy-mufikat nem mutogatja a Rebellionunk. Vagy nincs elég távolságunk hozzá. Az itt mi? Ott van. Hát ennél hülyébb helyet. Bent a határba. Jó, hát egy megvan. És akkor át kell mennünk a másik világba. Ez nem az. Ide kell mennünk a Quidditch pályához. És miért hagytad abba a küldetést? Ó, hogy ijedjél 6,5-be. Az kell. Akkor oda elrepülünk. Éppen lejövünk. Ideig, amíg a Nitro érhető. Emelünk rajta, így. Szépen megkerülve a kastélyt, szerintem eljutunk odáig, ami kell nekünk. Ja, túl magasan vagyunk, szólja. Így. Őszávra. Ott is van a Quidditch pálya. Ahol ott van egy luffancs. Átterben még egy luffancs, lent is egy luffancs. Állj ne!
az mellémmel. De nem kicsit. Kettő. Itt is van egy. Három. Nagyon határom volt. Négy. És ott van kint az ötödik. Én nem is egy olyan bonyolult ahhoz, amit kell csinálni. Meglett. Illetve az a kérdés, hogy itt mi van? Előbb ilyen csapkodás hangot hallottam. Ja, B. Rosszat nyomok. Ugyebár ezt jelöltük ki. Akkor itt van. Ravenclaw. Hollóhártas. Igen, itt van valami küldetés. Imeld a rejszel. Oké. Okay. Miközben szerintem meg lett valamink. Jó. Ja nem, vele kell beszélni. Köszi. Jó. Akkor azért van ez itt. Nálam mérges csáfűke, meg mandragóra. Több ellenségem. Jön. Utóbbi nem egy bonyi, hogyha sokan vannak. Másik meg nem egy olyan nehéz, ha vannak egy páram. Szóval erre a térképre hajaz az, amit ott látunk. Annyi különbséggel, hogy ez színes. Szerintem jó pofa az egész, ahogy van. Roxmort völgy kelet. Szerintem ha lesz valamilyen emi. Aztán lehet, hogy még nagyon határban vagyunk, az semmi. A lényeg az, hogy egy mandragórát akarok rájuk küldeni, mikor körbe vagyunk véve, úgymond, vagy közelbe vannak. De mit akartál? What seems to be the problem? You may well ask. I'm Grim, and I'm not safe. All I need is an invisibility potion. Yes, that's what I need. Hon nincs nálunk. Hibás a logikán. The Grim, if you saw one, is an omen. Omens don't attack you. So I doubt an invisibility potion will do you much good. I can see you don't believe me. Fine. Then my blood will be on your hands. Biztos, hogy nem a mi kezünkhöz fog tapadni az, hogyha ő krumpli főzelék. Still in the market for an... You've changed your mind? Jobb gombbal lehet gyorsan a szövegem. I'm afraid I'm all out of invisibility potion. I suggest finding somewhere safe and... Keresd föl egy biztonságos helyet, és legyen óvatosabb. Yes, that makes sense. And you're sure you don't... No, very well. Hát. Kicsit zavar. Erre már is van két enemy. Gondolom megint pókok. Adok hát. Ciao Darwinkát. Kapják halnak. Akkor azt hitték, hogy támadhatnak büntetlenül, de hát a rossz lóra tettek. Kapják halnak. Gyere csak ide. Nem fogsz itt elmenekülni nekem. Akkor repüljél. És ajándék. Szépen lekámeháméztük őket, párbaj bravúrok is megvannak. És akkor most a mérges csápfű fog kelleni, és itt is van valami enemi. Ott négy farkas. Ja, te leszel ma a vacsi-macsi. Sötét porcs. Ajándék. Ah,
ajándékgyűlő, lepattant a erről, szemice. Kérdés, hogy ezt most sikeresen alkalmaztuk-e? Igen, meg lett. Megvan a Wingardium Leviosa, hogy való, meg a Glacius hogy való is, hát nagyon nice. Így már előny. Két varázslat, amit már be tudunk magunknak szerelni gyorsan eljárásba, úgyhogy irány is a térkép, annyira nem voltam úgy bonyolult ez a kettő. Jobb gombbal elgyorsulunk oda, kellnek a Roxmorts, mármint a Roxfort. És akkor be kéne mennünk, és Garlic professzor. Nála az üvegháznak közvetlen van egy gyors utazási pontunk, amivel oda tudunk menni, és minden hórrá. Jó dolog, hogy a mikrofonon van fény, ami amúgy kikapcsolható. Ettől függetlenül a múltja külön átvált pirosra. Azt alá vagyunk némit. Jó, hát akkor kell a map és reggelre kell vártanunk. Még egy loading screen. Abból sose elén. És akkor itt is van a lóra. És akkor jön is a beszélgetés. Wonderful to see you again. Faszorkány leveleket begyűjtöttük. És ez amúgy ilyen 10 percenként magától gyártódik, szóval nem egy hátrány. Erőnyerő főzethez kell ugyebár ez. Akkor itt ilyet tudunk begyűjteni. Illetve gondolom van más hely máshol. Hát akkor beszélgessünk vele. I've completed my assignments, professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Ellen dicsekedve azzal, hogy milyen jól haladunk. Professor Hackett tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice graceful movement. Let's see you try and land at it. Na nézd, ha helyesen hagyja végre, képes úgy felkapni sziklákat, mintha cicka fark hajtányok lennének. Nice! Az meg, ha jól látom ott, jobb gomb és bal gomb. Na, meg F betű, variálódunk. Jobb gomb, bal gomb, space, F, nagyon jó. A levi jó szám volt a hangsúly, a Wingardiumon nincs. Nem volt kikapcsolva a touchpadja a laptopnak, azért csodálkoztam, hova mocorog a kép. Oké, és akkor FAQE. Ez elég hülye irányítás. Jó, hát elviekben mindegyiknek van segítség, így bárhova kirakható. Úgyhogy akkor ami duplázódik, itt ez a csak támadós, akkor ide föntre rakjuk be a Leviosát, ezt itt. Rejtvényekkel is kelleni fog, azt mondja. Oké. És akkor ezen tudunk gyakorolni. Jelentem 21-es szinten vagyunk. Na hajt, bal gombbal szakítjuk meg. Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. Mi vezetett arra, hogy gyógynövényt tanítsam? What made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for green, so this situation is a bit of a dream come true. Rengeteg mém szerepelt egyébként, mikor a játék megjelent a Garlic professzorról, hogy fiatal és dögös. Szóval, azt hozzáveszük, hogy vörös a haja, szóval bármi és akármi.
really cared for the plants and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wiccan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bow truckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely. That is the professor, no? Terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor. Well, not quite. Then Hungo bought the Harrow and Murdo Missinger to let us be sure that the Professor was on the list of the returning to the greenhouse. Within a week, he had egyetem előállítása szerint véletlen felrúgott egy tínék lafogó káposztát, így hát visszatért a Szent Mungóba. Véletlen felrúgott egy káposztát. Ez már majdnem komikus. Törnyen sajnálom, de bevallom, a káposztával egy kicsit jobban együtt éreztem. Növényi kerenti közönye teljes megvetésé változott. Kis türelmet is maradt neki, egy különös temperamentus, mérges csápűvel szemben, és ebből az a szabadság a mai napig tart. Sajnáljuk az egykori professzort. Romániába, mert pletykák szerint hirtelen érdeklődés mutatott a sárkányok iránt. Ó, remélni lehet, hogy több boldogságot talál velük a munkában, mint a növényvilággal. Speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind. Legyen kedves az óvafákhoz. Oké. Okay. Jó, hát akkor beszélgettünk egy kört, itt megtudtuk egy kis lort. Ennek amúgy még 5 perc, most annyira nem hat meg minket. Jöttünk. És akkor kell küldi váltás. Még hozzá a Glacius. Adam Kogawa az szerintem a repülős tanár. Úgyhogy vele az udvaron kell találkoznunk. Tudom én. Hozzá akkor ide is repülünk ezerre. Nem kell átsétálnunk a fél Roxforton. Irány oda ezerrel, közben ezt váltsuk át olyanra, amit meg véletlen se nyomunk meg, ha nem akarjuk használni. Jó, nem tudom, miért indultam el rossz irányba. Megnéztük, hogy mi van arra. Akkor ide bejövünk, ja, tényleg mi itt az irodája. Hát akkor készen vagyok a feladatokkal, úgyhogy buktál is egy turbán. Avval a lendülettel. Kedves Madame Kogawa, csodálatos hír, hogy csatlakozik a Roxford tantestületéhez, mint az új repülés oktatónk. Merem állítani, hogy a közös munkánk a Roxfordban kevésbé lesz eseménydús, mint a Yokohama kikötő közelében töltött időnk, bár sosem lehet tudni. Alig várom, hogy találkozzunk, ha időközben bármi kérdése van, kérem ne habozzunk, küljön nekem egy bavoly postát. Szívélyes üdvözlettel, Matilda Weasley. Ó! Weasley megint csak. Kedves Madame Kogawa, Black professzor döntése miatt írok, miszerint megszüntette a Quidditch-et. Mint tudja, a legnagyobb álmom egy profi Quidditch csapathoz való csatlakozás, és úgy vélem, hogy esélyem most elszálltak, vagy legalábbis jelentősen csökkentek. Weasley professzor ragaszkodik ahhoz, hogy igazgatónak kell engedelmeskednünk, arra bíztatott, hogy gyakoroljak egyedül. Kitaláltam magamnak néhány kihívást jelentő próbát, de ez egyáltalán nem ugyanaz, mint a pályán gyakorolni. Semmi sem ugyanaz. Kérhetném, hogy beszéljen az igazgatóval, vagy Weasley professzorral? Egész életemben nyomorúságos leszek, ha nem tudok az év folyamán rendesen quidditchelni. Köszönöm, professzor. Imelda Reis. Akkor ki is derült ebből a lendülettel, hogy Imelda Reis profi quidditches akar lenni. Ugyebár ő, akit ki kell hívnunk majd a repüléssel kapcsolatba. Hát ez is egy kis háttérlór, és azt nem tudjuk kinyitni. Mindegy, megmondtuk, hogy befejeztük a feladatokat. Ja, simán elcsesztük mindet.
That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. Hát figyelj, még van papíron két évünk ezen kívül. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. 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 Pay attention to your wand work. Jaj, de hülyen néz ki. Jobb gomb. Vagy bal gomb, jobb gomb. Nem, itt a fehérre kell koncentrálni, akkor jobb gomb, space, bal gomb, bef. Jó, hát megpróbálunk bejutni. Jobb gomb. Bal gomb. Bef. Tökéletes. Sikerült is. Jól mondtam, a fehérre kell koncentrálni. Új varázslat feloldva. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before... Jó. Mielőtt elhagynánk a helyedet. Glacius. Megfogyasztja az ellenségeket, megnöveli a további támadásba elszenvedett sebzést. Jó. Akkor oda. Azon gondolkodok, hogy van-e olyan varázslat, ami még nincs kint. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15. Ez itt 15 hely, 14 van kint. Akkor ki nincs. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Akkor mégse. Jó, na mindegy. Hát vártunk rá. Akkor mire lehet támadni? Arra. Nagyon adtunk neki. Egyébként baromi félelmetesek ezek, nem elég, hogy hülyén néznek ki, nagyon a Mugli, vagy Quibli azért hajaz, aki a portás, Fritsch, vagy... Nagyon adtunk neki. Jó, nekünk majd egy alohomórát kéne megtanulnunk. De szerintem azt majd küldetés fogja adni. Még időnkbe belefér. Idéző kudor első menet, igen. Rájszel a tesztrepülés. A következőre majd a Percival Rackham próbája fog jönni. Menjünk is a Quidditch pályára. Ahova nincs út. Jó, hát olyan nagyon messzire azt hiszem nem kell mennünk. Erre elfutunk kategória, mert a térkép megőrült és kerültünk egyet. Tehát ide megyünk a Quidditch pályára. Az már azért nem tudom, hogy van itt bármit felfedezni való. Mert szerintem itt tudunk repkedni, szóval franc sétáljon. A kettőt nyomjuk, B-t is, előrébb is. Na nézzük. Itt is vagyunk. Imelda Reyes? I'll be weak sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade. Legalább vidám. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique. And that was the end of that. Nice. Nerve. Kis pimasz. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Hentektünk. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and fun-loving balloons. Now people think you're competition. Ennyi vetétásnak tekint minket. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Oh, meg szerényen squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. Ki kell derítenünk, ki repül jobban.
Let's see if you can beat it. Leggyorsabb időt megdönteni. Hardekar a holló hát ellen. Miféle versenyed? Besültél 5 éves, na jó, lásd kivel van dolgod. Ez a pálya folyamatos 5 pontos test igényel, minden forduló előtt el kell érned az ideális sebességet és magasságot. Több a kitartás teszi próbára, összesen 3 pálya van, évekkel ezelőtt, blablabla. Black betiltott a Quidditch-et, nem maradt más, mint ezek a pályák, nekem köszönt újra népszerűek lettek, egész iskola versengeni akar. Ne lássuk, mit tudsz 5 éves. Le 5 évesedik úgy, hogy egyébként amúgy ez az első év. I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you. Nézzük, hogy vérzünk el. How would you like to learn the knockback? Megtanul a hátralökés rontást vagy a flippendót. Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Jó. Gyorsulunk. Brilliant. Minden nyomok csak azt mondom, hogy kell. Pedig azokat föl kéne venni. Igen, kimaradt. 3 másodperc bünti. Mindegy, akkor nem foglalkozunk vele, hanem megpróbálunk turbózni végig. Föl kéne vennünk egyébként a gömböket. Tovább boostoljuk magunkat. De most már akkor tudjuk, hogy miért is vannak itt ezek a dolgok. Simán elmentem mellettük, nem baj. Valószínűleg sok köze nincsen a másikoknak hozzá. Tölepő rosszat nyomok. Úgy repülök, mint egy kezdő. De tényleg. Pedig direkt mondtam, hogy milyen jó a kézre áll a repülő irányítása. Az közben bénáldok itt jobbra-balra. Oké. Nem baj, elpusztoljuk neki. És megvan amúgy a legjobb idő így is. Így is 2-7. Szóval egész jók vagyunk. Új rekord. Jár a várvelegetés. Ugye már egész stabilan futott ez a repülési pont olyan térre, hogy akadás ilyenek nem voltak, mert... Csaltá! Egyből ebben jön. Na jó, nyerték. Elismerte szerencséje. Tehetség, úgy repültünk, mint egy darab kő. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Nice. Rendben. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. Na, meg kell tanulnunk repülni. Ez volt, ami elvette a kedvemet. Where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Ez most nem azt nem szorod. Must on an errand for Albie Weeks. Na. Menjünk vissza Albie Weekshez. Csak akkor ki kell hívnunk őt. I suspect Mr. Weeks would be glad to hear how I fared. De akkor melyik küldít, hogy ilyen messzire akar vinni? Garlic második próba. Növesztés takaríts be meghajtó füvetel. Szerezd mindhárom harci növényt és használd őket egyszerre. Oké, cserébe flippendót kapunk. Jó, akkor Abby Weeks, az ugyebár a seprűs. Jól, amíg visszaugrunk Rocksmorthba. Hozzá oda.
Nem ér is, ne? On another adventure, are we? És akkor ilyen jó messziről elfutunk oda. Ennyi volt. Oh, you're back. We've something to report, I hope. Van miről beszámolni? Persze. Első körbe vásárlunk. Eladás. Ehhez kicsik vagyunk, de amúgy sem semmit. Ehhez is. Jó vagy gyengébb, mindig. Ez meg még nincs meg. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Oké, hát egy kis mánit behúztunk tőle. Tessék, de rekordot döntöttünk. I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was milyen volt a seppő? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed. Ingatag és teljesítmény kell neki. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Hallott egy enyhe hús, mikor eleredtem. Sodródott. Na, tényleg adtunk jó infókat, ezt se hiszem, akkor nem csak simán bének voltunk. Even the naysayers will be forced to admit that my work's potential all along. Volt a potenciál. Szóval akkor a turbo boostjával jobb lesz. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? Oh, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working. Hát igen, végülis, ami nem hibás, azt ne javíts meg kategória. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight. Nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine. Says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons, from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to him. Bárnázó bűbáj. Jó, hát akkor szerintem kezdj el pörögni. Adjál valami boostot. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Na, hamarosan kapunk update-et. How to address the issue of altitude? Hogy oldjuk meg a magasság kérdését a sebességgel kapcsolatban? Oké, megvan. Tetszik mellékküldi. Bár valószínűleg mentett a játék, mi is mentünk egyet. Méghozzá új helyre. Szép lassan fogynak a helyek. És hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem tetszett. Ugyebár a sorozatot végig fogjuk vinni, és hamarosan majd érkeznek más jellegű adások is, hogy időm és kedvem engedi. Ugyebár ez a napi egy óra körüli játékidő esténként annyira nem megterhelő, és így tudok előre dolgozni két naponta, hogy akkor kis pihenést beiktatok közben, mert ugyebár két naponta jelennek meg a részek, van mikor kicsit hosszabb, azt az előzőben láthattátok, illetve van mikor ilyen rövidebb, ami sugrolja az egy órát alulról, de nem éri el. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy végignéztétek, és találkozunk legközelebb, addig is. Sziasztok! Ez a zene még mindig fenomenális.